Nem tudom, mennyire akadozik a videó, mert sajnos ez a telefon, ez valami borzalom, ahogy videózik. Szóval itt a paci, leparkoltam, és az a helyzet, hogy egy Reddit poszt alapján nagyon-nagyon, hát nem olyan nagyon régen, de pár hónapja ráakadtam erre az épületre itt, és nagyon kíváncsi voltam. Gondoltam, hogy ha eljövök ide, akkor muszáj lesz megnézni, mert valami egészen érdekesen néz ki. És amit nem gondoltam, valószínűleg egyébként fenn volt a weboldalán, csak nem olvastam el, de ezt körbe lehet gyalogolni, az egészet. Ugye most felmegyünk oda, vagy oda, vagy nem tudom hova, és egyébként utána kajálni kéne, mert éjes vagyok, és ebédidő van. Menjünk fel. Mondjuk ez így elég meredek lesz, de azt hiszem lesz egy kilátásom valószínű utána. Mert hát mondom, de ez a tűnivel egész érdekesen néz ki, és erre más nem tudok mondani, érdekes, de nagyon menő minden esetre. És nem tudom normálisan megmutatni, mert olyan magasra nyúlik. Én meg közben lépcsőzök felfelé, és milyen elresek. Létemre természetesen minek utána össze beraktam a kamerát a táskámba. Utána kivettem a kamerát a táskából, mert hogy én csak Lidlbe megyek. Azt közben elfelejtettem, hogy amúgy én vissza is akartam jönni a szállásra, letenni a kaját, majd felvenni a kamerát, de ezt így full elfelejtettem, úgyhogy eljöttem megnézni még kerékpárral azt az egy darab látványosságot, amire még kíváncsi voltam. Úgy kerékpárral. Meg még van egy, csak ez még jó messze van, de az lényegtelen. Úgyhogy sajnos megint telefonnal kell videóznom, és nem tudom, hogy valószínűleg látszik a felvételem. Valamiért ez a telefon ilyen rossz, hogy akadozik a felvétel. Ilyen rossz felvételet még talán sose csináltam, de minden esetre itt vagyunk. Osterreich Haven Hebau, vagy nem tudom, valami ilyesmi helyen. Egyrészt hozzá kell tegyem, hogy a hollandoknak ezt az életmódját ilyen kicsike partmenti házakban, ráadásul alig van bárhol függöny, gyakorlatilag mindenkinek a lakásába egész nap belátsz, mész az úton, jobbra elnézel és bent fekszik valaki a kanapén és tévézik. Tehát ez nekem tök fura. Mert ilyen földszinti, nagy ablakos házakat Pesten nem látni egyáltalán. És akkor ami látványosság miatt jöttem még, az a, hát, remélem hollandul kell kiejteni, és nem angolul. Pythonbrück, vagy hát angoloknak Pythonbrück, nem tudom. Ami, így meg is mutatom. Ami itt van, egy ilyen hajlóhidacska. Ami ilyen tök fura hidacska. De nagyon tetszik. Megmutatom mindjárt a kerékpárt is még egyszer amúgy. Itt most elmegyünk a világ legszabásabb módján. Hú, tehát a hídra nem egyszerű felfutni. De eljöttünk, és innen van így ilyen kilátás. Nagyon szép amúgy. Meg arra van a város, mert sehol nincsenek ilyen nagy toronyházak. Mármint ilyen nagyon nagy toronyházak. Így annyira nem látni a belvárost. Itt a paci. Ide tettem le a pacit. És most menjünk haza a pacival. Vagy hát először még először máshol. A metró ez van egy kicsit hosszú. Ott a vége, meg ott. Majd 2 percig tartott végig sétálni. No hát, megint itt kell hagyni egy várost. Itt hagyjuk egyelőre Amsterdamot. Pontosan még van egy pár óránk. Mert csak olyan délbe fogok elmenni. De legalábbis hotel szobát, a hostel szobát itt kell adni. Egyébként ez volt az első olyan szállás, ahol foglaltam magamnak
De reggelit is, egyben. 13 euró volt a reggeli. Ezt csak azért mondom így ki, mert nekem olyan soknak tűnik. Nyilván forintban elszámítva nagyon sok. Egy reggeliért. És... viszont 13 euró a cserébe annyi reggelit tudtam szedni, de annyi reggelit, és olyan minőségű reggelit, olyan minőségű dolgokat, hogy az majd brutális. Úgyhogy nagyon jól laktam. És közben az akadozó Amsterdam felvételt láthatjátok. Na, mindig, menjünk innen. Megyünk át Rotterdamba, aztán Hágába, aztán Rotterdamba, és megnézzük, hol voltak a pályék. Régen. Kezdjünk ki. Egyébként imádom, hogy ezekhez a kártyákhoz bármilyen kártyát lehet használni. Én például most a védettségi kártyámat használtam. Ha már úgyis érvénytelenítik lassacskán. Megmutatom ezt a kerékpár parkoló dolgot, a parkoltam a kerékpárt. Nem mondok kerékpár parkot a kerékpár parkolóban. Jelzi, hogy hol hány hely van. És ezt most innen leszedjük. És ennyi is, meg is van. Egy kis reggeli Fondelpark követ. Ezt nem tudom a kicsi kameraszögben megmutatni. Ez csak így lehet. Ez ami brutális nagy. Hát és természetesen Rotterdamon összesen ennyit videóztam. Őszintén nem emlékszem, hogy tegnap mennyit videóztam végül, mert igazából ezzel nem nagyon foglalkozok, hogy videózzak. Majd inkább holnapi napon már azért szeretnék többet videózni. De eltelt a második éjszaka is, itt vagyunk a harmadik napon, és itt hagyjuk Rotterdam városát is, ami szerintem saját véleményem szerint még szebb, mint Amsterdam. Azonban kevesebb a látnivaló, de azt hiszem, valószínűleg itt jobban élnék, mint Amsterdamban, és mindenképpen sokkal jobban, mint Budapesten. Úgy értem, hogy sokkal szívesebben élnék itt. Mert ez egy gyönyörű város. Ez egy gyönyörű város. Na, ennyi a vonathoz. Ezen a napon már a videózásra sem nagyon gondoltam, de tessék, addig itt van egy ivós madárka videó a hágai parlamenti parkból. Azt tényleg, hogy Amsterdamben töltött éjszaka után, ami a híres rotterdami kockázatokon belül helyezkedik el, és igen, az üres főteret sikerült levidóznom ehelyett, Hága városának irányába indultam, azonban először körbenéztem egy egyetemvárosban is, mivel a későbbi termek szerint akár ide is felvételizhetnék majd, és csak ezek után érkeztem meg a holland politika városába, Hágába. Egyébként a maga a város meglepően kuzos és szemetes. A többi holland városhoz képest itt mértéktelen mennyiségű szemét hevert szerteszét a megállókban, a fűben, a virágok körül és úgy kb. Mindenhol. Kicsit olyan római bővítése volt, ott is hasonló élményt éltem át 5 évvel ezelőtt. Első körben, ha már ott voltam, meglátogattam a helyi magyar boltot, ahol ugyan úgy voltam vele, hogy ha alacsonyabb árakkal találkozok, mint otthon, nem fogok meglepődni, de hogy a kedvenc túrúredim konkrétan harmadannyibe kerül, mint otthon, az azért mégis sok. Rögtön vettem és belőle 3-at. Ugyan Hágában sincs túl sok turista látványosság, de én az időmet egy egyébként végül kegyetlen hosszúra sikerült városi sétával töltöttem ki, ahol például az alábbi élményekben volt részem. Szóval így sétálgatok itt Hágában, ilyen unalmas így, hát csak ilyen hétköznapi séta, aztán egyszer csak így befordulok egy sarkon, és hát na.
Ezután a helyi miniváros szigeten keresztül sétálva tettem egy kört a magyar konzulátus épülete felé, mert miért ne, aminek épülete meglepően hasonlít a mellette jövő ezer másik konzulátuséhoz, és még csak az ászló sem engedt. És akkor jöjjön a kedvenc részem, amire az utazás alatt végigvártam. Kijöttem Scheveningenbe, és ott van az, amit már elég régóta várok, hogy lássak, és már rég láttam. A tenger. Ha jól tudom, az északi tenger. Mondjuk nem vagyok teljesen biztos benne, nem mondjuk hülyeséget, de ha jól tudom, az északi tenger. Na, azért valami. Azért valami. Azért ez már valami. Menjünk le. Menjünk gyorsan, menjünk le. Fogok. Egészen konkrétan hogy valahol ott fogok aludni. Fogalmam sincs volt pontosan, de mert még nem mentem el odáig, de valahol arrafele valamelyik hotelben, ráadásul tengerparti kilátással. Elég menő. Hát én nem tudom. Elég jó. Szóval itt a szobán. És tudjátok mi van még? Minibár. Van Toblerone. Szerintem ez az egyet dolog, amit meg fogok innen enni. Mert ezt meg akarom. Más nem kell. Még az se. Hát gyakorlatilag egy... Tehát én az van, hogy amikor lefoglaltam a szobát, akkor én azt láttam, hogy van egy ilyen ágy, meg van egy ilyen ablak. És ennyi. Most ehhez képest... még van egy ilyen. Egy ilyen. Egy ilyen, meg egy nyilván a fürdőszoba. Tehát ez rohadt jó. Ennyit, úgyhogy ha már itt van ez a távirányító, akkor...
Na. És megpróbálom úgy tartani a kamerát, hogy legalább valamennyire stabil legyen. Például így, ugye? Vagy így nem. Na, most még jó orrba is csesztem magam a kamerával. Szóval... Szóval, hogyha esetleg nem jön majd kocsi, egyszer. De tényleg a semmi közepén miért lakik ennyi mindenki? Szóval, túránk utolsó részeként, nem hiszem, még mindig jön valami. Túránk utolsó részeként eljöttünk ilyen nosztalgiaként Wegbergenbe. Egyébként az út neve, hogy Klein Paradise, ami paradicsomot, kis paradicsomot jelent. Szóval itt vagyunk Wegbergenbe. Ha valaki 2016 nyara után iratkozott volna fel a csatornára, és ebből van egy pár, ugye? Tehát nem látta az előtti videókat, vagy csak szimplán nem látta az előtti videókat. Annak elmondanám ugye, hogy ez a helyzet azért érdekes, mert édesapám és Levente itt dolgoztak 2016 nyarán egy 3 hónapot körülbelül. Úgyhogy most ezt a helyszínt fogjuk megnézni, ahol voltak. Már ha nyitva lesz, vagy ha még nem elhagyatott ugye. Meg én szerintem elmegyek a gyárhoz is. Bár ők azt hiszem semmit az égett a világon nem mondtak a gyárról, hogy melyik gyár, meg ilyesmi. Valószínű továbbra se fogok semmilyen nevet mutatni, vagy ilyesmi. De azért a helyszínre elmegyünk. Ugye ez Apeldoorn alatt van, Hollandiában. Hát aztán gondoltam, hogyha már itt vagyok, akkor csak megejtem ezt a helyszínt is, így az utolsó napon. Most a kamerát ezt elvettem, mert nem akarok itt kájtűnösködni, rengeteg az ember, úgyhogy... De ezért meg fogok bejutni. Na, mivel itt rengeteg ember van, szörnyen sok ember van, itt így nagyon sokat nem fogok videózni, de minden esetre ebben a házban készültek a videók, itt voltak a párik, és természetesen semmit nem látni attól, de minden esetre erről a helyszínről ennyit. Nagyon gyorsan menjük innen, mielőtt még